Mikor megérkeztünk ide az utcára, még mindig az a tábla díszeleg itt ezen az utcán, hogy állami gazdaság lakótelepe. Itt 15 család lakik, akiknek úgymond a sorsa ismeretlen. Most azért jöttünk, hogy valamit megtudjunk önökről, mi a helyzet ezen az utcán. Hát most jelen pillanatban nincsen gazdánk, illetve hát fizetjük a lakbért a Szamos Frukt Rt-nek, a Szamos Ment Állami Tangazdaság jogutódjának, de azon felül nem tartozunk sehova. Ugyanis értékesítették a gazdaság értékes területeit, épületeit, állattenyésztési telepet, gépműhely, növénytermesztési épületeket, és nem számoltak ennek a 16 családnak a sorsával. Egyszer úgy volt, hogy megvehetjük ezeket a lakásokat, megpályáztatták velünk, utána szóba visszautasították a pályázatot, az Agroker lett a tulajdonosa a gazdaság területének, és most ami minket a legjobban felkavart, az az, hogy az Agrokertől kaptunk egy levelet, hogy a villanyáramot is május 26-áig tudja nekünk biztosítani tovább. Hát gondolom, hogy rendezzük ennek a sorsát. De ugyanilyen szerencsétlen helyzetben vagyunk a vízzel, a szennyvízzel, meg minden más egyébbel. Tehát a lakásfenntartási problémák, meg hát egyéb más gondok, ami egy lakással felmerülnek minden. Ön a 15 család úgymond képviselője, aki állandóan kapcsolatban áll az önkormányzattal. Mit mond az önkormányzat? Hát egyelőre ott is egy kezdeti stádiumban van az egész. Egyszer találkoztunk, ő is, tehát az önkormányzat képviselője ismertette velünk az Agroker álláspontját, és felajánlotta a segítséget, hogy segít nekünk ebbe a dologba eljárni, hát mi is megpróbálunk segíteni. Hogy lakókat is kérdezünk, mi a helyzet a lakásban vízzel, szennyvízzel, árammal? Hát a vízzel kapcsolatosan az többször is úgy volt, hogy nyáron problémák voltak, mert a globusz elromlott, a globuszba a szivattyú, melynek a költségét nem tudták, hogy ki fogja állni, majd később azt a lakók megcsináltatták közös költségen, úgyhogy drótkötelet kellett vásárolnunk, azt a munkadíjat kifizettük, és azóta van úgy vízünk, hogy nem kell külön kapcsolgatni itt az egyik lakó. A szennyvízzel az a helyzet, hogy tavasszal az átemelő szivattyúja elromlott. Azóta, hogy a szennyvíz hol köt ki, vagy merre megy, senki nem tud semmit. Ez bármikor jöhet az a probléma, főleg ezeknél a lakásoknál jelentkezik legelőször, hogy a szennyvíz feljön, nem tudjuk, hogy mi lesz. Itt többször a víz, amikor nincsen, ugye, nincsen lehetőségünk, a gyarmatra mivel megyünk vízért? Semmilyen lehetőségünk nincs. Kisgyermekek vannak több helyen is. 20 gyerek szóval jár iskolába, óvodába, erről innen a 16 családból. Hogy kérdezzünk egy idősebb bácsit is, gondolom, régóta lakik itt. Ez a történelem egy szomorú képe. Ezt mondhatom, amikor én idejöttem, ezek a fák nem voltak itt, kövesút nem volt itt, itt alig volt egy pár ház. Tehát szívvel, lélekkel építettük, úgy, hogy akkor elő volt írva, hogy építs hazát, magadnak építed. Hát most magunknak építettük. Nincs gazdánk, és egy szomorú kép előtt áll az egész társadalom, itt, illetve az itt lakó. Amikor az eladás történt, a jelek arra mutatnak, hogy itt ők evel a néppel nem törődtek. Tehát nincs szerződésben, ez a jelek így állítják, nincs szerződésben az, hogy mi lesz ennek a sorsa, ennek a népnek, lakik itt valaki, vagy nem lakik itt valaki. Biztosan nem vették figyelembe. Ekkor egyszer a volt gazdaság utódja, a Frankfurt, vagy minek nevezik. Frukerti. Értesít bennünket, hogy ő eladta azt a területet, az állattenyésztőt, ahol globusz van. Hát vízzel, szennyvízzel forduljunk a természetesen csak ipari vízminőséget. Ez lényeges. Majd kijelenti, hogy ipari vizet szolgáltat. Hát tudom Isten. Mintha nem értené az emberiség, igen, hogy mi az, mi az ipari víz, mi az ivóvíz. Az Agrokert
azt hiszem, jövő év május 16-ig szolgáltat. 26-án. Szolgáltat. Odáig, onnan felmondja a szolgáltatás. Hát ugye ebben benne van a víz, benne van az áramszolgáltatás. Mi köze az áramhoz neki? Hogy ez milyen vonalon jön, föld alatt jön, honnan kapjuk, mi valamennyi háznak izéje van. Bérője van, innen kapjuk az áramot, és a villanyáramot fizessük. Ez így volt. 30-40 éven keresztül, akkor el tudták számolni, most nem tudják el számolni. Hogy van? De mi külön fizetünk, tehát nincs olyan. Nincs olyan. És akkor, amikor mi személy szerint az Agrokert kértük, hogy biztosítsuk, hogy biztonságban érezzük magunkat a víz, meg a szennyvíz miatt, a villany az az igaz, fel sem merült bennünk, mert mi a titásznak fizetjük a fogyasztásunkat. Akkor minket nem érdemesített ő sem válaszra, hanem a Frukt RT-nek írt. És az írta nekünk, hogy hát csináljunk magyarul, amit akarunk, hát mi olyan méltányos lakbért fizetünk. Hát én kívánom annak, aki ezt a levelet fogalmazta, hogy ilyen méltányos helyzetbe éljen. Mi a helyzet a lakásaladásukkal? Nem akarták eladni esetleg? Hát el akarták adni, nincs arról szó, hogy nem akarták eladni. Felvetették, megpályáztatták velünk, mindent a legszabályosabban, a legjogszerűbben, tehát bánatpénzt befizettünk, a pályázatot megírtuk. Visszaválaszolta nekünk írásba, hogy elfogadta a pályázatunkat. Most mindegy, ki milyen módon megpályázta, a saját anyagi helyzetét figyelembe véve. Ezek az emberek itt nem tudtak vagyonokat gyűjteni. Miből? Az állattenyésztésnél dolgoztunk mindig. Hajnal, és három túl este, hét. A semmi masszeg pénzünk. A telep felszámolásával mindenki munkanélküli helyzetbe került, és még ezek árán is mindenki vállalta a saját költségeit, meg anyagi helyzetét vállalva, hogy igenis a lakásvásárlást mindenki megpályázta. Egy 6000 forintos csomagot kellett megvásárolni, amelyet a 15 család együttesen fizetett ki, és erre kaptuk az írásbeli értesítőt, hogy elfogadták, majd szóba értesített a Szamosmenti Frukt, hogy nem tudja ezt a helyzetet mégsem elvállalni, csak a készpénzfizetést, sem a kárpótlási jeggyel próbáltak még fizetni, sem azt nem tudja elfizetni. Mi ekkor elfogadni, igen. Mi ekkor fordultunk az OTP-hez, többen felkerestük az OTP-t, de állami lakás vásárlásához semmilyen hitelt nem tudott nyújtani. Majd megkerestük az önkormányzatot szintén egy együttes levélbe, hogy a lakás, első lakáshoz jutóknak volt szó róla, hogy az önkormányzat tud kedvezményt nyújtani, és majd pontosan egy év múlva válaszolt erre az önkormányzat, hogy nincsen ilyen keretjük, és nem tudnak bennünket semmilyen formába segíteni. Közben előbb azt válaszolta, hogy van erre pénz elkülönítve, és hogy várjunk türelemmel, hát még nem döntöttek, és egy év múlva küldte a végleges választ az önkormányzat, hogy hát elfogyott, tehát nincs erre külön pénz. Mi a helyzet akkor, ha valami problémájuk van, mondjuk elromlik a szennyvíz, dugulás van, kihez tudnak fordulni? Csináld magad, mozgalom. Semmi más nincs. Itt csak egymás, egyik piszkálja a másik, ássa a harmadik, lapátolja, meg egymást esszük. Mi van ilyenkor? Hát hogy járnak be, vagy valakinek hirtelen orvos kellene? Hát most van annyi szerencsénk, hogy a Matáv jó voltából. Hát nem a Matáv, egy bocsásson meg az egész istenség, mert ez nem a Matáv, hanem a Kis Mihály jó voltából. Én a fülkét nem a Mihály bácsi. A fülke majd azután jön, neki kellett volna ennek a gondoskodni erről, hogy ezeket a lakásokat, vagy az élő embereket ne hagyják izé nélkül. Én ahogy megkaptam a kárpótlási jegyet, azt átváltottam, én vezettem át ide a vonalat. Amikor a vonal át lett vezetve, hoztak egy fülkét, hogy azt ez most kihez tartozik. Kihez tartozik a Matávhoz, hogy vagy a izéhez. Egy éve. Ha én nem vezetem, máma sincsen, hogy hívják hát ez vezetőt. Mondjuk én aláhúzom, de orvosa, én arra akartam válaszolni, hogy az orvost hogy érjük el. Na, hát tehát most már ennyi szerencsénk van. A bevásárlás pedig az, hogy mennek buszok, távolsági buszok, ugye bár, mert a helyi járatot már csak az esti van, meg a 4 órási, ami a gyerekeket hazahozza, már a reggelit is elvették, és 30 forintért beutazunk, megvesszük a kenyeret, ha egy kenyér kell is, visszajövünk másik 30 forinttal, szóval többe került az úti költség, mint a kenyér. Ilyen helyzetben vagyunk. És ez minden nap. A tejért, vagy bármiért. Liszt, cukor, mert itt semmilyen más lehetőségünk nincsen.